Szeretettel köszöntöm a Sportás ma esti adásának kedves nézőit, és külön szeretettel, hát és nagy tisztelettel Gelei Józsefet, olimpiai bajnok, és hát VB részevő futballistánkat, egy labdarúgó történelmet. Történelemnél vagyunk, ennél maradok, hogy igaz az, hogy a Lakat Karcsi bácsi volt a történelem tanárod az iskolában? Igen, magyar történelem, és mivel futballista volt, a testnevelési órákat is ő tartotta. És hát volt olyan nap, hogy 3 órája volt egymás után velünk. És hangulattól függően bejött, és vagy dolgozatot írtunk, vagy feleltünk, néha testnevelési órán is, vagy pedig megkérdezte, hogy na, srácok, mit akartok? Dolgozatot írjunk, feleljünk, vagy focizni. Focizni, tanárul. És akkor a Rottenbiller utcából, Rottenbiller utcából kisétáltunk a ligetbe. És mi és volt akkor kiskapu? Volt 3 óra, mert hát a füven akkor lehetett játszani, nem volt ilyen, hogy fűre lépni tilos, minden. És akkor már vétél? Persze. Meg védtem is, meg mezőnybe is játszottam. Már úgy értem, hogy a gyerekek között. A gyerekek között. De ott is a kapuba álltál? Igen. Meg a csapat nagy előnyben volt. Ha gyengébb csapat ellen játszottunk, akkor kint játszottam. Ha erősebb ellen, akkor magasabb, mert én fölértem a lécet. A másik kapus meg kicsi volt, és nem érte föl a lécet, tudod. És úgy milyen volt egy történelem óra a doktora? De nagyon jó tanár volt. Magyarból is, meg történelemből is megkövetelte a dolgokat, de humánus volt, és hát nem tudom, hogy ez hangulati dolog volt nála, de egyrészt egy nagyon jó közösséget alakított ki az osztályban. Ugye 3., 6., 7., 8. osztályban volt az osztályfőnökünk, és hát néha tett ilyen engedményt, hogy most akkor sorba állunk és kisétálunk, de csöndbe szépen íz, és ha zajunktunk meg íz, akkor na gyerünk vissza, és akkor most vagy történelem, vagy magyarból dolgozatot írtunk. Akinek ahány hibája volt egy oldalon, annyiszor kellett leírni az egész oldalt. Az jó. Szóval követelt, igen. És ő választott ki 3-unkat, egy bizonyos idő után a Szalai Tibit, aki a Barcelonában játszott, Amerikában igen. És egy Kovács Pista nevű fiú, de amikor ő már gimnazista lett, ő már tanult komolyan, mert orvos akart lenni, ez nőgyógyász. De Szalai nagyon jó játékos volt. Jó játékos, igen. Jobb szélsőt, centert, bal szélsőt, minden, csatár, érezte, gyors volt, jó cselezett, jó rugott. Igen. Hát majdnem te is. Olvastam, hogy Uránia Genf, ma már nincs halál ilyen érte csapat. De van, MB2. Igen. Van még? Van. Akkor nem ismertem, elnézést. Van. Szóval, hogy már aláírtál, amikor igen. A Szalai aláírt. Mi ugye október közepén mentünk ki Ausztriába. Azon 4 nagy meccse volt a válogatottnak, és mi előttük játszottunk. Igen, a 4 nagy meccs a nézőknek a mondom, Belgrádba, hogy a... Belgrádba, ott védtem igen. Először Belgrádba az ifi válogatottba, 1-1-et. Igen, és a nagy csapat minden 11-est az utolsó percekbe. Tényleg? Igen. Az jó. Úgy lett 1-1, jó, persze. És akkor... Bécsbe? Edzőtáboroztunk Tatán, és mentünk Bécsbe. Aztán a nagy válogatott onnan ment Párizsba, de a ifi csapatot nem játszott. És Moszkvába mentetek? Viszont tavasszal ugye UEFA torna volt, és igen. Magyarország első volt a csoportjában, de nem játszották tovább. Igen. Viszont az angolokat 4-2-re megvertük, és ez nagyon tetszett az angoloknak, és 2 meccsre meghívtak bennünket. És akkor Ausztriából mentünk úgy, hogy Saarbrückenbe játszottunk egy meccset a ottani 23 éven aluli válogatottjuk ellen, és onnan mentünk Angliába. És Londonba 24-én és 26-án játszottunk, ha jól emlékszem, a Londonban 24. és 26-án pedig Newcastle-be a utánpótlás válogatott ellen. És akkor jöttünk vissza Bécsbe, de az osztrákok lezárták a határt. Kifele lehetett menni, hazafele nem. És akkor a Vöröskereszt meg az Osztrák Labdarúgó Szövetség kötött le nekünk 5 mérkőzést Ausztriába. De csak felnőtt csapatokkal játszottunk, ilyen Bécs válogatott, Grác válogatott, Linz válogatott. És mi volt?
nyertünk, mindenkit megvertünk. És akkor a svájci szövetség is kötött le 5 mérkőzést, és Szent Gálentól kezdve Lokarnoig végig utaztuk. A Pázmán Diakban benne volt, ugye? Benne. És már az a leghíresebb lett Svájcban. Pázmán Di Peti, a Várhidi Misi, a Makkai Dezső és a Német Valér maradtak ott a szervetnél. Igen, és a Pázmándia szervet legendája lett, edzőként is játékosként. Igen, több évtized ott maradt. Aztán a Tatabányában játszottunk a Rappan kupában annak idején. Te és akkor Genfbe aláírtál? Igen. Na most nem volt semmi információnk. Hát képzeld el, Londonba reggel fölkelsz, és látod, a nagy cím volt, hogy Magyarország hadat visel Oroszország, a Szovjetunió ellen. És ilyen bombázási képek, második világháborús képek voltak szerintem. És hát megijedtünk, nem tudtuk mi volt, de hát otthon senkinek nem volt telefonja abban az időben. És akkor úgy játszottunk ott 2 mérkőzést, és akkor visszamentünk Bécsbe. És hát onnan aztán indultunk el, és játszottunk Ausztriában, meg Svájcban, és jöttek a menedzserek. Mindenki aláírt már valahova. És a Sebes Guszti bácsi kijött, és hát ő elmondta Svájcban tárgyilagosan, hogy mi van, hogy van, nyugodtan gyertek haza, semmi probléma nincsen. Nem akart rábeszélni senkit se, hogy na de muszáj haza, vagy ezért, vagy azért. De addigra már mindenki valahova elkötelezte magát. Én nekem annyiból volt szerencsém, hogy ott volt a Nagy Andris, a szervjetnek a pályaedzője volt, volt Ferencváros játékos, ő a második világháború után került ki. És addig-addig nyaggattam, hogy keressünk egy magyar telefonkönyvet, hát valamelyik postán csak lesz, és a főpostán Genfbe találtunk. És addig-addig lapozgattam, míg egy általános iskolai osztálytársamnak megtaláltam a telefonszámát, akik egy olyan 100 méterre laktak tőlünk a Józsika utcába, Balázs Attiláék, és hát megkértem őket, hogy hát az édesanyámat hívják, hát elmondtam, milyen szitu van, és mondták, hogy hát most nem tudják, majd holnap ekkor és ekkor, mert pont kijárási tilalom volt akkor. És akkor elmondtam az édesanyámnak, hogy milyen ajánlatot kaptam, és hát mondta, hogy jó, kisfiam, maradjál, majd mi megleszünk, de aztán a végére elsírta magát, tudod, és akkor már... És akkor elhatároztad, hogy hazajössz? Akkor már el. Hát a minden esetre, ugye, hát abból az ifi válogatottból nem sokan, de azért a többség mondjuk a felnőttek közül, mondjuk akik Brazíliában voltak, csak mondtam valamit a pályatársait közül, ugye a többség hazajött. Az ifi válogatott. Nem az ifi, a felnőttek, a kortársaid közül, úgy értem, a Csikar, a Szusza, tehát a nagyok közül, aki a honvéddal, vagy a kibővített honvéddal, azok közül a többség hazajött, az ifi válogatott, a többség kimaradt. Igen. De olyan rosszul nem jártál abból a szempontból, hogy hazajöttél, hogy micsoda csapatba kerültél be. Ugye hát az MTK, most túl azon, hogy az 50-es évek 2 legjobb csapatának egyike volt, ugye még 58-ban is bajnok volt, és hát olyanok játszottak, most a fiatalabbak kedvéért mondom, hogy hát a Kovács Imrétől a Kovács Feriig, és a Sándor Csikartól a Hidekuti Nándi bácsiig, érdekes, hogy őt bácsiztam mindig, a Csikar tegeztem. Hát ugye a Palotás Pétertől a Lantos Mihályig, tehát itt a magyar futball egész legendái futball játszottak, és hát ugye Bukovi volt az edző, aki maga is egy legendás alak. Hát arról meséljél, hogy milyen volt ezek között, hát egy ilyen fiatal embernek a Hidekutiék között. Ma is megemelem a kalapomat, ha valamelyik szóba kerül. Nagyon tisztességes, rendes emberek voltak, nagyon szerettek bennünket, fiatalokat, és nagyon sok jó tanácsot adtak. Szóval ilyen, hogy utaztunk külföldre, akkor hol egyik, hol a másik megkérdezte, ide figyelj, hogy akarsz öltözködni, ezért most megyünk Párizsba, vagy Münchenbe, vagy akárhová, oda úgy gyere öltön nyakkendőbe, mert ott biztos, hogy fog a polgármester fogadni bennünket. Tudod, az öltözőbe 3 ilyen nagy kosár ki volt téve, és ugye
ha valaki úgy ledobta a szerelését, vagy valami, ide néz csak a Nándi bácsi, oda viszi az okniát, ide a sportszárat, ide a nadrágot, meg a messze. Bácsiztad? Hát nem, még akkor először igen, amíg azt föl nem hatalmaztak, hogy most már ne öregítsél engem, mondták. Úgyhogy... Akkor nem csak én bácsiztam. Igen, igen. És ki volt a legjobb játékos? Hát nézd, ez nehéz megmondani. Ez világklasszis volt a Börzsei, a Csikaris, a Hidegkuti Nándi, a Palotás is egy nagyon jó játékos, a Kovács Imre egy zseni volt. Ez ugyanolyan tudású futballista volt, mint a Bozsik Cucu. Ugyanazt. Ha nincs a Bozsik, akkor ő több mint százszoros válogatott, az halálbiztos. De ketten együtt nem, mind a kettő szervező volt előre. Nem, hát az egyiknek ott többet be kellett segíteni. De ki is próbálták? Próbálták, igen. Mondjuk gyengébb csapat ellen nem is volt probléma, de egy hasonló erősségű csapat ellen ott már nem volt mindegy, hogy hányan védekeznek. És ha te védtél volna, ha nem kapsz egy potyagot, dorogot? Hát nézd, ez benne van, láthatjuk most a tévékben, ugye különböző bajnokságokban, hogy nálamnál sokkal jobb kapusok is milyen gólokat kapnak időként. Ez benne van, ez egy szakma, nem. De ha rágondolok arra például, hogy a világbajnokságon a szovjetek ellen milyen gólt kaptam, akkor kiráz a hideg, és azt mondom, hogy... Ezt igen, olvastam, igen, hogy máig igen, benne igen, marad. Szóval ez na jó, egyszerűen... ugrálhatunk, mert nem kell kronológiailag haladni. Ugye itt arról beszélünk, hogy Sunderlandben játszottunk 66-ba a szovjet csapattal, de azért ha már ide elugrottál, akkor azért szeretném elmondani, hogy Sunderland előtt ugye két meccsel Liverpoolban benne voltál abban a csapatban, amely szerintem az én életemben biztos, tehát én nem láttam a Puskás-féle generáció meccseit, ugye életkoromnál fogva. Az én életemben a magyar futball legnagyobb meccse az volt. Az olyan színvonalú mérkőzést játszottunk, most először is szeretném megkérdezni. Én úgy gondolom, hogy a brazilok nagyszerűen játszottak. Tehát nem az történt, hogy a brazilok katasztrofális formában voltak, és háromszor átmentünk a félpályán, és három kontragolt lőttünk, hanem szenzációs ellenfél ellen fenomenálisan játszottunk. Ezt jól fogalmazom? Igen. Na most nézd, képzeld bele magadat, hogy szakad az eső, másfél órával a mérkőzés kezdet előtt telt ház van. Énekeltek az emberek. Mikor kimentünk a pályára, te olyan hangzavar, hogy hirtelen nem tudtuk, hogy hol vagyunk. De akkor még a brazilok miatt volt telt ház. A brazilok miatt, persze. És ahogy elkezdődött a mérkőzés, mind a két csapat... Elkezdődött a mérkőzés, első perc, a Lima megkínált egy borzasztó lövést a bal felsőre. Csak mondom. Hát ez is történelem. Na most, ha az gól, akkor nem Tomiba. Mennyit számít a felkészülés, hogy készül föl egy csapat, főleg ilyen világbajnokságra. 65 decemberében dél-amerikai túrán volt, Európában is játszottunk, de egy hosszú túrán voltunk, és São Paulóban a brazil B-válogatottal játszottunk, a Géci Pista védett. A 30. percben már 4-0 volt. A fél idő volt 5-0, de akkor még csak nem három ide. Vagy nem. Igen. Mi a legjobb csapatunkkal játszottunk? Hát mondjuk annyiban, hogy nem játszott a Mátra is annyi. Na jó, hát most meg kette. Hárman vagy négyen nem játszottunk. Ők játszottak egy A meccset aznap a válogatottjuk a Szovjetunióval, a Maracanában, és a B csapat vezetett a legjobb magyar válogatott ellen 5-0-ra a fél időben. És akkor az edző így csinált. Tudod, azért. Na most mindegy. Na várjál, 5-3 lett a vége azért. Na jó, igen. Fél időben ugye visszacserélt, én védtem a második fél időben, a Mátra is annyi beállt, és még nem is tudom. Na mindegy, a Gára csapattal játszottunk. A Farkas, Albert, valaki. Mindenki igen. A pályán volt. És 5-3 lett a vége. Igen. Na de az, hogy ez a Lima, ott rugott egy gólt a Géci Pistának, a félpályának a köre, ahol van, a körnek a széléről. Volt egy szabadrugás, középről. Nem volt senki a 16-oson belül, csak a kapus. És ez apám
neki ment, és olyan gólt rugott, te laposan oda le a kapufa tövéhez, érted, hogy hát a Pista szerintem nem akkor látta meg, mikor már valahol közel lehetett a labda. Na most, mikor én megláttam a VB-n, hogy ez a fickó játszik ellenünk, hoppá, amikor ez átlép a félpályán, ez lőni fog. Érted? Ez volt a szerencsém. Ha én nem ismerem ezt a játékost, nem láttam, hogy ő mire képes, akkor mással vagyok elfoglalva. De abban a pillanatban, ahhoz egy megkapta a labdát, már arra izéltem, hogy ez lőni fog is. És végig de úgy helyezkedtem, hogy lássam a labdát. Ez úgy sem volt könnyű kivédeni, mert de pont a fölsőben. Igen, de messziről, tehát azért idő, jó helyre ment. De mondom, ebben döntő volt az, hogy én láttam, hogy ő mire képes. Mindenesetre azért hoztam szóba, mert ha későn nem veszem észre, mikor már itt van a labda, akkor már nem érek oda. Azért hoztam szóba, mert azt nem szedett ki, akkor lehet, hogy kikapunk simán. Első percet. Lehet. Na, mindegy. Zseniálisan játszottunk. Most Ferinek 1-1-nél, ha jól emlékszem, egy nagy mentése, igen, egy ilyen oldalról belőtt labdát nem tudtam megfogni, csak kiütöttem, és valakiről pattant a gólvonal felé. És akkor a Sipos Feri kirúgta a gólvonal előtt. Már nem ki lehet rúgni, mert ott közben volt egy brazil. Igen. Tehát messzebb állt, mint a brazil. Nézd, a szerencse az benne van. Na jó, de ott szenzációsan játszottunk, Józsi. Ki kell harcolni. Na most mind a két csapat ide figyelj. Hát ahogy az Albert Flóri, meg a Beneferi, a Farkas Gyöngy, ahogy ezek játszottak elő. Na de látod, szóval a szovjetek más futballt játszottak. Szoros emberfogás, ütöttek, vertek. Hát az Albertot a fél pályán nem engedték az Albertnek, hogy átvegye a labdát. Hát a Voronyin állandóan kis faltot csinált, és rúgtunk 40 szabadrugást, amit íveltünk be, de hát jött a Jasi, meg a nagy magas, a Sesternyom, meg ezek óriási most magas... Most mesélj, de hogy máig miért nyomaszt az a meccs? Kirázza a hideg, mondtad. Ha emlékszel az előzményére, hosszan előre rúgtak egy labdát, és a Mátrai engedte, hogy kimenjen. Közben hátulról a balszélső, az futott mögötte, és a végén a vonal előtt már látta, hogy nem tudja megelőzni, és így meglökte a Sanyit. Na ott körülbelül egy ilyen 4 méter mély árok volt. Igen, beesett a gödörbe. Tudod, és azt hittem infarktus kapok, mert azt hittem, hogy azonnal meghalott, hogy így feljel, esett lefelé a Sanyi. Na most mire kiráncigattuk, oda mentünk, kiszedtük onnan az öreget, a bíró meg izé, hogy gyerünk, ők már az oroszok lerakták a labdát a izéhez, már ott állt a szögletet, már mindenki fölállt nálunk, mi meg szana szét voltunk. És a végén, mikor már a bíró belefújt, hogy na gyerünk, akkor lepasszolt a labdát oda a 16-os sarkára van akinek, az hozta befele a labdát, na de hát előttem volt ott körülbelül 14 ember. Tudod, ha itt láttam a labdát, ott már nem néztem, akkor vissza a izé, itt vettem észre a labdát. Egy nem... Már rövidre nem, rárukta hirtelen. Igen, nem tudom. Nagy lövés volt, igen. Tudod, de később hát vettem meg, és hirtelen levetődtem, ijedtem de be nagy izébe. Meg a kezembe volt a labda, igen. De a nagy lendülettől átbillentem a labdán, és így ide került, így éreztem, hogy a kezembe van a labda. És a Csiszlenkó meg innen jött, érted, és spinyóval belerugott, és kirúgta a kezembe a labdát. Ki. Ha nyerünk a szovjetek ellen, világbajnokok vagyunk? Hát nem tudom. De voltunk olyan erősek, hogy világbajnokok legyünk. A német válogatott ellen tavasszal, a VB előtt játszottunk, B válogatott névben, a nagy válogatott Pesten játszott másnap, és akkor a tartalékok játszottak a német nagyválogatott ellen. Ott is kivédtem egy 11-es 0-0-nál, utána Uwe Zeller fejelt egy gólt 5 perccel a befejezés előtt, azzal nyertek 1-0-ra ellenünk. De Uwe Zeller volt a kor híres német centere. Igen, na jó, nálunk is a Göröcs, meg Tihi játszott, meg minden, szóval nem volt. Hát várjuk, ha ezt mondod, hogy Göröcs, Tihi, úgy álltunk ki a 66-os VB-re, hogy a Varga Zoli, a Göröcs és a Tihi egyetlen percet se játszott. Nem. Egyetlen másodpercet se. És te mondtad, hát ugye a Bede Albert Farkas... A portugálok ellen is nagyon jól
jól játszottunk. Nagy. Az lehetett volna 4-4 vagy 5-5 is, az olyan hát hasonló sem. Meccs volt, mint a brazil. Ha berúgjuk a helyzeteket. Brazil. A Misi mondja, hogy a Misi az előző edzésen, igen. Az utolsó edzésen, igen, hogy ő megsérült, és igen. Nem volt teljesen rendben. Igen. De hát ott is a helyzeteink megvoltak. De a szovjetek ellen is volt egy csomó helyzet. A szovjetek ellen is volt, de van, amikor sikerül azt akartam kérdezni, hogy a kvalitásra mi kétség kívül megfeleltünk a legmagasabb szintnek is. Mert ahogyan mi megvertük a brazilokat, annál jobban nem lehet futballozni. Annál jobban nekünk, nem lehet. Nekünk a legnagyobb élményünk volt. Hát de a világnak is. Igen. Hát a világ oda volt. Na most ez egy érdekes, tudod, hogy összehasonlítani egy olimpiát, meg egy világbajnokságot. Lehet. Nem szívesen kérdem. Lehet, de nem reális. Hát mert a VB jobb. Szóval a VB-n a szakma legjobbjai játszanak, az olimpián pedig a világ sportolóinak a legnagyobbakai. Tudod? Tehát együtt lakni egy olimpiai faluba ott 3-4 héten keresztül, látni, hogy készülnek, hogy edzenek, barátságot köttetnek, mindez a óriási élmény. Na most itt álljunk meg, 66-ban te már ugye olimpiai bajnok voltál. Igen. Egyébként csak jelzem, hogy mi a különbség a VB. Nagyon érdekes, hogy te mondod, aki olimpiai bajnok vagy, és nyilván az olimpiai aranyérmet, ezt a, hogy mondjam, az olimpiai győzelmet a legnagyobb élményeid között emlegetett, tartod, nyilván ez nyilvánvaló. De olimpiai bajnok voltál, és 65-ben lettél először a válogatott, igaz? A nagy válogatottba, Londonba. Akkor védtél először. Nem. Mikor? Nem. Kérlek szépen, én 62-ben kerültem be először a válogatott keretbe, akkor tartalék voltam Lengyelországban 2-0. Na, keretben voltam. Ilyen barátságos meccseken védtem. Én arra emlékszem, hogy ez 65 tavaszán volt, a belga liga válogatottal játszottunk. Ja, volt először? Akkor volt egy úgy, hogy én voltam a kezdő, mert beálltam második fél időbe, korábban is. A hivatalos meccsen akkor nem tévedtem, akkor igen. Anglia. Na most a Van Hipst volt akkor az minden idők leghíresebb belga játékosa, az játszott ellenünk, és megyünk ki a játékos kijáróba, és odajött a Lajos bácsi mellém, azt mondja, Jóska, addig véd, amíg nem kap gólt. És? Mondtam, Lajos bácsi, akkor végig. És nem? Úgy kiugrott, 1-0-ra nyertünk. Kilőtt a gólt. Arra nem emlékszem. Na most de akkor... az egy nagy meccs volt, és akkor... Az hol volt, Brüsszelbe? Brüsszelbe. És utána kezdődtek a VB-selejtezők. Na most azt szeretném mondani, hogy 64, mert az olimpiánál megállnék egy pillanatra, mielőtt a VB-selejtezők, hogy ugye hát olimpiai bajnok lettél, és ugye sokszor emlegetted már a mai adásban is, hogy kivédtél 11-eseket. Igen. Hát és ott is, bár az mondjuk sokba került. Hát nekem igen. Igen. Na mesélj, de légy szíves. Hát nézd. 64-et írunk Tokió. 64, egyenes kiesés volt már igen. Ott, a román nagy válogatott játszott lényegében, mert a szabály akkor az volt, hogy aki az előző világbajnokságon játszott, az nem játszhatott az olimpián. Ezért mi hátrányban voltunk, igen, mert ugye... Igen, de azért néhányan játszottak, Farkas... Aki kint voltak, de nem játszottak. Igen. A románok nem voltak kint, és ők a legjobb csapatukkal játszottak. Na most egy konyhán étkeztünk, és a Kuruc Tónia szakács, és mondta meccs előtt pár nappal a románoknak, hogy meg foglak mérgezni benneteket, nem fogtok nyerni. És kérlek szépen, két utolsó nap kiköltöztek az olimpiai faluból. De egyik a Kuruc Tónia, csak a nézőknek egy áldott jó ember volt. Igen. És valaki elmondta a vezetőknek, és azok komolyra vették. De mindegy, egy nagyon jó román csapat volt. Egy olyan meccset játszottunk, hogy tudom én, 80 percig 1-0 volt. Ide. Igen. De lehetett volna 2-1 a javukra, vagy 2-0 a javunkra, de egy nagyon jó mérkőzés volt. És akkor a befejezés előtt egy pár perccel 11-est ítélt a játékvezető ellenünk. És hát az orosz Pali volt, mert nem volt segédedző, a Lakat akkor egyedül volt, és ő elküldte mindig valakit ellenfél nézőbe.
a románok játszottak valakivel, és oda elküldte a orosz palit, és aztán a meccs után ugye beszámolt, hogy mi volt, hogy volt, és mondja az orosz pali, hogy hát 11-es volt, és ez a játékos rúgta a kapusnak a jobb kezéhez, és gól lett, stb. Csak egy pillanat, az orosz pali, az édesapja annak az orosznak, aki ugye most igen. A Fradi Ferencváros igazgatója, csak igen, nézőknek igen, mondom. Tudom. Igen, jó, na igen. Na, és kérlek szépen, akkor én már gyakoroltam már edzésen az, hogyha 11-es lesz, akkor föl kell kínálnom azt, hogy oda rúgja. És hát oda rúgta, egy ilyen esős idő volt, szakadt az eső, mély talaj volt, és a kapufa tövéhez ment a labda, és én ahogy elrugaszkodtam és röpültem a levegőbe, ugye így lendületbe adtam, hogy nem csak oda tettem a kezem, hanem hogy ki tudjam ütni. Viszont amikor a labdát kiütöttem, ez a két ujjam belement a talajba, és a lendület meg vitt tovább, a testem tovább, úgyhogy elszakadtak a szalagjaim. És hát aztán próbálkoztunk, a következő meccsen nem védtem, és akkor még a döntő előtt a Karcsi bácsi minden áron akarta, hogy védjek. De hát mondtam, Karcsi bácsi, nem tehetjük meg azt, hogy most azért, mert esetleg hibázok az ujjam miatt, nem tudom megfogni a labdát, és ne reszkírozzunk. A Miske is jó kapus, jó fog védeni, meg fogjuk nyerni a meccset. Meg is nyertük. Úgyhogy hát egy nagy dolog volt, hogy ki tudtam védeni, mert az ellentámadásból lett a 11-es, amit mi rúgtunk, és 2-0-ra nyertünk. Igen. Szóval nem tudni, hogyha berúgják a 11-est, egy-egy hosszabbítás, hogy mi lett volna. Hogy ez a végén. Hát hogy a Szentmihályi szóba került, az mindenképpen elhúzta. De Bukarestbe is kivédtem a nagyválogatottba a románok ellen 11-es. Szentmihályi szóba került, az jutott eszembe, ugye, hogy a Szentmihályi elment a 62-es VB-re négy másik klubtársával, Ihásszal, Mészőjjel, Sárosi Lacival és a Farkassal. És Vasas akkor játszotta a KK meccseinek döntő részét, a döntőt nem, a Bolognyával, csak úgy mondom, döntő 5-1 volt a Bolognya. Én már Tatabánya játékosként voltam. Hogy alakadtan együtt legyen, igen? Nem az, hanem a Vasas elvitt engem izébe. Jó, hát ezt rendben van, de most hülyéskedtem, hogy a lakat miatt. Na, az óriási. Igen. Hogy hát egyébként még szép. Hát ugye a Tatabánya játékosként. Jó, de nem volt csere, tudod, szóval nem lehetett cserélni, úgyhogy. De nagy egy gesztus nemes gesztus. Na mindegy, szóval a Vasas nélkülözött 5 válogatott játékost, igaz? Igen. És gyakorlatilag úgy jutott be a KK döntőjébe. Csak a döntőben játszott a legjobb csapatával. Hát az a vegyes csapat is mondjuk klasszisok sorában játszott, ugye Bundzsák, Mahos, akik egyébként nem nagy örömmel maradtak itthon, mert úgy volt, hogy mennek a VB-re, ugye? Jó, hát ugye a Kárpáti Béla, a Bundzsák, a Berendi, a Mahos Feri, hát ezek olyan játékosok voltak, tudod, hogy játékos. A Pál Laci, Pál Tibi, szóval Kékesi Misi, igen. Hát fantasztikus szóval. Csapat volt, kellett védeni egyáltalán? Kellett. Hát mondjuk Firenzébe nyilván. Kellett. Hát az nagyon jó volt, és ez is kérlek szépen, hogy később tudtam meg, ugye a Kamarás Misit hozták oda, akkor ő már nem játszott a Vasasban, hanem a Ganzbávakban volt, de elhozták tartaléknak, mert kellett kapust nevezni, és hát mivel Vasas volt, a szabályok adtak lehetőséget. Hány éves volt? Már 40 idős felé. Idős volt igen. A Misi. És a Mahos Feri mesélte évekkel később, hogy mondja, tudod, hogy miért védtél Firenzébe? Azért mondom, nem. Hát mondom, mert előzőleg nekem decemberben eltört a tért kalácsom. Igen, ezt és egész február végéig, hát nagyon fájt, kérdéses volt az, hogy tudok-e játszani, vagy nem. És akkor ugye pár bajnoki mérkőzésre védtem a tartalék csapatba, és hát addigra már azért rendbe jöttem, mire a KK meccsek kezdődtek. Úgyhogy a Rudi Báci vacillált, hogy hát én, aki nem vagyok teljesen egészséges, vagy a Kamarás Misit védette. És az öregekkel megbeszélt, a Bundzsák, a Mahos Feri, meg a izé.
És hát az öregek kiálltak mellette, azt mondja, Rudi, hát ne csináld már, hát izé, meg így, meg úgy. Úgyhogy így védtem, és aztán meg nem tudott változtatni, mert tényleg nagyon jól védtem minden meccsen. Óriási sorozat volt, és a Vasas megnyerte, ugye, volt több meccsen is, hogy 5-5 lőtt, nem csak a döntőbe, ugye a Trnava ellen is 5-0 volt. Az 5-0 volt, igen. Na, mondom, Firenze 0-0, aztán 3-1 volt. Itthon a Fiorentinában? Igen, a Hamrin rugott egy gólt, 11. Mahos felé rúgta mind a hármat. Igen, aztán Novi Sadon nyertünk 3-0-ra, Vizérve 3-1 Pesten. Óriás. 2-2 volt Trnaván, de ez egy nagyon jó Trnava volt, hát az persze. Volt a bajnok csapat akkor. Hát onnan minden, is hiányzott milyen egy pár válogatott. Hát a Bundzsák Dezső játszott azon a meccsen center halfot. Kérlek szépen, volt egy olyan 20 méterű valaki rugott kapura, és itt kinyújtott lábbal, légstoppal levette a labdát, képzeld el. Ott maradt előtte, és ketten is rohantak rá, és kötényest adott a fickó. Mintha rugna, az bedobta magát, és kötényes, arra elvitte a labdát. Rudi bácsi leesett a kis padra, amikor látta, hogy de az még az elején volt a meccsnek. Bundzsák ugye eredetileg jobb fel, azt mondta a Kovács Imréről, hogy olyan játékos, mint a Bozsik. Hát a Bundzsák is ugye, körülbelül olyan játékos, ha nem egy időben van, az is százszor. Fejelésbe sokkal jobban fejelt, mint a hát a ragyogó játékos volt, és minden posztot ott játszott, tehát jobb fel, volt, hogy centert játszott, közepelt, tehát amikor mondtad a Kovács Imrétnek, a Bundzsák Dezső ugyanaz a kategória. Fantasztikus. És akkor még volt egy Szojka is, ugye? Meg a Varga Jancsi is. Szóval sok hát, jó játékos. Józsikám, elnosztalgiáznék veled, már hosszú ideig, már csak azért is, mert bámulatos az emlékező tehetséged. Hogy ilyen momentumokra, ilyen kristálytisztán emlékezzen valaki, ilyen idős figyelj, korában. Nekünk a futball az egy szentély volt, amikor kimentünk egy stadionba. Szóval nem tudod elképzelni, hát, hogy milyen majom szeret, de gyerekként is. Idefélj, kölyök játékosként én volt úgy, hogy játszottam a MTK IFI 1-be mezőnybe. Érted? Mert mindig, mert előző nap játszottál? Majd elmondom mindjárt. Kérlek szépen, előző nap a kölyök csapatba védtem, valahol idegenben játszottam, akkor mindig odaadták az igazolást, tudod? És 40. És másnap tudtam, hogy a IFI játszik Csepelen, a Csepellel, nagyszerű Csepel volt a izé, és megyek ki. És két játékosnak, a Vígnek, meg a Karsainak, a időse, a bátyja, a kis Karsainak, a Sunyinak, izén hagyták a villamoson a cipőjüket, meg az igazolást. És hát mondom, nekem itt van az igazolásom, mit akarsz játszani, kérdezte az edző. Mondom, mindegy. És volt egy jó Kereki nevű játékos a Csepelnek, nagyon jó futballista, mondom, ráállok a Kereki Jancsira. De odaálltam, löktem, vágtam, csíptem, haraptam minden, 10 emberrel, úgyhogy én voltam a tizedik, 1-0-ra vezettünk fél időbe. Fél időre megjött a két srácnak az igazolása, meg a cipője, és kikaptunk 2-1-re, engem lecserélt. És a Kereki rugott, ha jól emlékszem, vagy az egyiket, vagy mind a két gólt ő rúgta. Addig labdában nem rugott, mert én mindig lefaltoltam le, úgyhogy... Szóval hát a Belojanizba is idefél, hát, a nagy csapatba védtem 15 évesen, mikor inas voltam, és másnap az IFI-be játszottam. Mindig könyörögtem az IFI edzőnek, hogy másnap játszanak, mint mi, akkor mezőnybe tudtam játszani. Imádtam a futballt. Tessék, kedves nézők, így kell szeretni a labdarúgást. Régóta tudom, hogy ez oda-vissza van így. Azt szereti így a labdarúgást, aki tudott futballozni, mert azt szeret valamit egyáltalán, amit tud. Mert azt lehet szeretni. Igen. Mert ha nem tudod, azt nem lehet szeretni. Amit csinálsz, nem tudod, azt nem lehet szeretni. Ha tudod, akkor lehet szeretni, és az persze, hogy milyen hatása volt a futballnak, azt persze láttuk már, mint Magyarországon. Hát ma látjuk. Gyerekként mentünk a meccsre, a futballcipő így keresztül volt a vállunkon, hogy mindenki lássa a villamoson, vagy hogy mi focisták. Mert az egy státusz volt, futballozni. Ha azt mondta valaki, hogy a Vasas, vagy a Fradi, vagy a Honvéd IFI-be játszom, micsoda.
Hát Józsikám, nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltél. Fél óra hamar eltelt. Még mondom, sokáig elbeszélgetnék erről az időről. Gratulálok a memóriádhoz és az egész pályafutáshoz. Köszönöm, hogy megtiszteltél, hogy eljöttél. Nézd, ez egy csodálatos dolog volt játékosként, de ugyanilyen élményeim vannak edzőként is, mert az edzői pálya is egy kicsit pedagógus is. És ha visszagondolsz a gyerekkorodra, hogy melyik pedagógustól mit kaptál, emberileg is, meg szakmailag is, ez ugyanúgy, amikor mi is meglátunk egy fiatal gyereket, és elképzeljük, hogy ebből mit tudunk kihozni. És aki ma még itt játszik 17-18 évesen egy NB3-as csapatba, és egy év múlva már NB1-es, aztán 2-3 év múlva válogatott játékos lesz, és azt mondod, hogy te adtál valamit ennek a gyereknek. És szerencsére sok játékos fel tudok sorolni. Nagyon sok mindenki tud maradni fél órából, ne haragudj meg érte. Még beszélte volna sokat Omántól, nem tudom én most, a karrier különböző állomásáig. Hát ennyi fért a fél órába, örülök, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. További ilyen egészséget és ilyen memóriát. Köszönöm a meghívást. Én köszönöm, hogy elfogadtad. A kedves nézőknek meg a figyelmet köszönöm. Egy hét múlva találkozunk a viszontlátásra.